Országjáró politikai fórumot tartottak Szekszárdon. Az esemény főbb témái a függetlenség kérdése és a nemzeti konzultáció voltak. Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kormánybiztos szerint Magyarország szuverenitását hosszú évek óta érik támadások. A parlamentben, az országgyűlésben elkezdődött a törvénycsomag vitája, illetve tárgyalása. Olyan fontos kérdésekről kell itt a következő időszakban döntenünk, mint idehaza, mint pedig majd a nemzetközi fórumokon, amelyek indokolttá teszik, hogy a most már több mint egy évtizede tapasztalt támadások Magyarország szuverenitása, de valójában minden európai ország szuverenitása ellen, azok megakadályozhatók legyenek, amelyekkel úgy tudjunk bánni, amelyek kiiktatják annak a lehetőségét, hogy pénzügyi támogatással, külső nyomásgyakorlással, az ország érdekeivel és a választók akaratával ellentétes döntéseket lehessen hozni. Az országjárást a 12. nemzeti konzultáció kapcsán rendezték. Az államtitkár szerint fontos megkérdezni a magyar embereket azokról a kérdésekről, problémákról, amik érintik őket. 11 kérdésről beszélünk, különböző területekhez tartoznak, hiszen a mindennapjainkat érintő, a rezsicsökkentést, a kamatstopot, az emberek hétköznapi életét érintő anyagi kérdések mellett visszatérő elemként megjelenik benne természetesen a migráció, megjelenik benne egy nagyon súlyos konfliktus, egy háború finanszírozásának, az ahhoz való viszonynak a kérdése, és megjelennek az Európai Unió jövőjéről vallott gondolataink is. Ezeknek mindig az a lényege, hogy talán egyetlen országként egyébként az Európai Unióban, Magyarország kormánya most már 14. éve mindig megkérdezi a magyar embereket arról, hogyha a fordulóponthoz, út elágazáshoz ér, hogy milyen irányba menjen tovább. Kovács Zoltán hozzátette, a szuverenitás törvénnyel a befolyásgyakorlás pénzügyi hátterét kívánják egyértelművé tenni. Horváth István országgyűlési képviselő szerint a fórum olyan lényeges kérdésekről szólt, amelyek az elkövetkező időszakban nagy mértékben meghatározzák Magyarország Európában betöltött szerepét és az emberek sorsát. Körbenézzünk, akkor itt Európában háború zajlik, mondhatni azt, hogy két területen is, és ez érinti a magyar embereket, a magyar költségvetést. Ugye Ukrajna erősen be akar lépni az Európa Unióba, mi azt gondoljuk, hogy erre ezek a feltételek semmiképpen se adottak, és az se helyes, Európa Uniós forrásokat fegyvervásárlásra fordítanak, és ezzel is gerjesztik tovább a háborút. A konzultációs kérdőíveket január 10-ig lehet visszaküldeni postai úton.